Szeretettel köszöntök mindenkit, dr. Vas Péterné vagyok, az Arvis úr olvasója, tehát semmi tudományos képzettségem nincs, én egyszerűen csak elolvastam az Arvis úrát, és tudom ajánlani mindenkinek, és azt tudom leginkább ajánlani, hogy ezzel kezdje, hogyha bárki szeretné a magyar őstörténetet olvasni, akkor ezzel a 348. Arvis úrával, a Bérlet pecsétellel kezdje. Ez nagyon jó olvasmányos, és körülbelevő főorvos úr volt az, aki összeszerkesztette az egészet, és szerintem remekül sikerült, és most akkor megkérem, hogy beszéljen erről. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, főleg úgy, hogy már ebben a témakörben másodszor járok ennél a csoportnál, és nagyon jó és kedves emlékeim vannak a tavalyi alkalomról. Azon kívül voltam egyszer a Vérkonyi Kürgárnál is, az egy más jellegű nyitott szabadtéri rendezvény volt, de az ilyen meghittebb zártéri rendezvényeket jobban szeretem, mert elmélyültekben lehet beszélni olyan dolgokról, amelyek a lélekhez állnak közelebb. Most nem tudom, hogy ki van ebben tűtve, nincs. Akkor mutatnám. Van egy ábrája ennek a vérrel pecsételve regényes Arvis úrának. Ez egy szimbólumrendszer. Ezek a szimbólumok ősi, mezopotámiai, sumér és egyiptomi jelképekről vannak összerakva. Sokan kritizálják is ezt a jelképrendszert, mert látnak benne ötágú csillagtól kezdve szabadkőműves jegyeket és minden ilyesmit. Nem véletlenül, hiszen a szabadkőművesek is, meg sokan mások a diktatúrák képviselői onnan vettek jelképeket, hogy aztán később mit akadt ezekhez, az már más kérdés, de az ősi, a tiszta forrás az még egészen mást jelentett. Nagyon érdekes még az is, hogy ezekből a jelekből már a mi ősi székely rovás jeleinket is ki lehet venni, és visszafelé olvasva bizony ezek a jelek is az Arvis úra, vagyis Igazszólás című könyvnek, vagy az egész körnek, az egész gondolatkörnek a címszavát adják ki. Ez az Arvis úra azt jelenti, hogy igazszólás, és egy Pál Zoltán nevű egyszerű ózdi kohász gyűjtötte össze, és hagyta az utókor számára, csak akkor még nem lehetett könyvformájában kiadni, állami támogatás erre semmit nem kapott. Csak a rendszerváltást követően, mivel én orvosként abban az időben, a végzés után az ózdi kórház belgyógyászati osztályán kezdtem el dolgozni, a véletlen, tehát szerintem nincsenek véletlenek, csak szükségszerű véletlenek vannak. Tehát úgy kellett, hogy történjen, hogy nekem ezzel az emberrel meg kellett ismerkednem, és azon kevesek közé tartozom, akik élőben kapták a tudást, és hagyta rám azt a rengeteg kéziratot, amiből ezt a könyvet sikerült 4 év alatt összeszerkesztenem. Iszonyatos munka volt, nagy örömmel tettem, mert a vele való találkozásaim, a vele való beszélgetés, az engem elsősorban azért érdekelt, mert gyerekkorom óta vonzódom a magyar őstörténethez, az, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, honnan származunk, kik voltak az elődeink, mi az igazság azzal kapcsolatban, hogy most különböző nézetek, nagyon egymással ellentétesnek látszó nézetek vannak, itt van a jelképrendszer. Kinyitja, megmutatja majd van. Hát, lényegét már elmondtam, úgyhogy köszönjük, erről van szó. Tehát visszatérve a mondani valóm további részére, tehát engem elsősorban a magyar őstörténet érdekelt, és ezen belül pedig azok a legendáink, amelyek minket Belső-Ázsiához és a hun felmenőkhöz kötnek.
Most ez az egész könyv, illetve hát a 10 kötetes úgynevezett Arvisúra kiadvány, ami fehér színű, és a Püski kiadónál jelent meg, nem tudom, hogy ismerik, hallottak-e róla, az egy lazább szerkezetű, önálló fejezetekre tagolódó, és tulajdonképpen a gyökerekből, hogy honnan ered ez az egész dolog, abból viszonylag kevesebb áll az olvasók elé, és éppen ezért sokan nagy lelkesedéssel megvásárolják, elkezdik olvasni, aztán rövid idő után, hogy mondjuk, letörik a bicskájuk, mert rengeteg adathalmaz, történet, sok minden olyan van, nem egy szokványos olvasmány. Ez sem könnyű olvasni, de ez már eleve úgy íródott, már Pál Zoltán részéről is a kézirat azzal az igényel keletkezett, hogy valamilyen olvasmányos formában elhelyezze az ő saját élettörténetében, mutassa be a magyar őstörténetet. Tehát még egyszer mondom, engem alapvetően és elsősorban a magyar őstörténet érdekel, és ez nem más, mint a 24 Hun Törzs Szövetség létrejötte, a több ezer éves történelme, aztán a hunok egy bizonyos részének, bizonyos törzseinek kiválása, magyar törzsszövetségek megalakulása, azért mondom, hogy törzsszövetségek, mert 2000-ben is történt magyar törzsszövetség, a történész szerint az előzőről semmit nem tudnak, jóval korábbi, Krisztus után 182-ben történik az első magyar törzsszövetség, majd a második törzsszövetség megalakulása Álmos fejedelemnek az idejében, és aztán bevonulásuk a Kárpát-medencébe, sőt még azt követő időszakokban is végigköveti a magyarság utat. Ezen belül pedig az egyik kitüntetett kultörzs az úzoknak a történetét mondja el. Úzokról nem tudom ki mennyit hallott. A lényege az, hogy úz törzs is több ágból állott, és jelenlegi földrajzi neveik őrzik az úzokat a Kárpát-medencén belül is. Hát három fő csoportjuk van a Kárpát-medencén belül. Ezek közül az északi úzok, akik a történelmi Nógrád, Borsod-Abaúj megyékben, sőt, hát egészen Nyitrától Ungváriig helyezkedtek el, mert ők a felső úzok vagy palúzok, a palúzokból pedig az a szó képződött a későbbiek folyamán, palóc. Tehát a palúzból palóc lett, és a palóc emberek a palóc idején, hát ha másképp nem Mikszáknak a könyvéből, hogy a Tóth Atyafiak és jó palócok, de ez két teljesen különböző dolog, nem szabad összekeverni a tótokat a palócokkal, ma már se szabad mondani tótok, hanem szlovákokról van szó. De most ezt hagyjuk. Tehát a palócoknak a reggevilága kitüntetett helyet foglal el a 24 kultős szövetségekben. Most azért raktam ki az órámat, mert erről annyit lehet beszélni, hogy nagyon össze kell szednem magam, hogy a főcsapás irányába maradjak. Éppen ezért onnan mennék tovább, hogy az őstörténet kapcsán, miután ezt tanulmányoztam, észre se vettem jóformán, menet közben, hogy kinyílt előttem egy világ. Egészen másképp kezdtem szemlélni, nem csak a magyar őstörténetet, nem csak a magyarságot, nem csak a 24 Hun Törzs Szövetségének a történelmét, a történetét, hanem minden, ami a világunkban körülvesz minket, minden egymással összefügg, és egy egységes rendszert képezve, a fizikai és a fizikai túli világnak a szerves egysége, ha emberre vonatkoztatva mondom, akkor a biológiai, a lelki és a szellemi egysége az embernek, ez gyönyörűen kirajzolódik ebből a műből, és még egyszer mondom, ez egy olyan szemléletet adott, amitől kezdve egészen másképp tekintek a világra. Ez a mai alkalom, ami hát az élet szentségéről szól, ez is végül is az Arvis úr alapján indított be egy olyan gondolatot bennem,
amit egészen a máig elvezet. És meg remélem, hogy beletér az időbe, hogy erről a mai megélt hétköznapjaink szintjén is fogok tudni beszélni. Mivel is indul az Alvis órában a 24 Hú Törzs Szövetségnek a megalakulása? Egy nagyon érdekes történet, egyébként csodálatos mitológiai rendszer is van leírva ebben a könyvben. Erre, ha szabad azt mondanom, hogy büszke vagyok rá, ezt a mitológiai rendszert én raktam össze abban a sorrendben, hogy ez olyan egységes egészé álljon össze ez a rendszer, mint amit iskolában tanultunk, vagy tanulhatunk, vagy tankönyvekből, vagy népszerűsítő kiadványokból megvásárolhatunk akárból, a görög-római mitológiáról, vagy germán mitológiáról, és amikor a Tudományos Akadémia megalapult, ha jól emlékszem, 1836-ban, akkor már az első években azt a feladatot tűzte ki céljául, hogy gyűjtse össze a megfelelő tudós társaság azokat a néphajkán még fellelhető olyan kifejezéseket, olyan történeteket, mese vagy rege töredékeket, amiből esetleg össze lehetne állítani, ugyanúgy a magyaroknak, a Magyar Törzsszövetségnek, sőt a Hun Törzsszövetségnek, ugyanúgy össze lehetne állítani a mitológiai rendszerét, amely, mondom, most már a világ kultúrkincsének a részét képezően, vagy alapjait képezően a görög-római mitológiában nagyon régóta le vannak fektetve. Ilyen kérdéseket tett fel a Magyar Tudományos Akadémiáról. Honnan kerültek a magyar nyelvbe olyan kifejezések, mint például az, hogy bűn, vagy az, hogy gyónás, vagy az, hogy páltos, vagy az, hogy káltos istenasszony. Mi lehet az a lidérc? Mi az, hogy lidércnyomás? És nagyon-nagyon sok ilyen kifejezést, vagy 30 kifejezést felsorol a pályázat kiírása, mondom, már a 19. század első felében. Sajnos ezekre összefüggő olyan jellegű tanulmány nem érkezett, amiből ezt a mitológiai rendszert össze lehetett volna állítani. Voltak nagyon jó kutatók, Ipolyi Arnold, aztán Lükő Gábor és sok magyar adorján, sok mindenki mások, akik nagyon-nagyon sok részigazságot fejtettek fel ebből, sajnos a mitológiai rendszert nem lehetett összeállítani belőle. Kellett hozzá egy, hogy úgy mondjam, tanulatlan, azt nem mondom, hogy műveletlen, mert a kettő az teljesen különböző dolog, egy ózdi kohász ember, aki olyan különleges képességekkel rendelkezett, hogy mindazokat, amiket részben konkrét formában, részben egy belső tudás, egy belső látáson keresztül tudomására jutott, azokat ő papírra vesse, vagy ahogy ő mondta, rótta, mert ugye a mi előtt nem írtak, hanem rótta, bár az író, ró, az nagyon hangtanulás is közel áll egymáshoz, de rovással, tehát ő rovó sámányai voltak az őseinknek, és ő magát is rovó sámánnak tartotta, akinek le kellett rónia az ő saját Alvis óráját, a 348. Alvis órát. Azért, igen, nyugodtan. Közben lehet szólni, nyugodtan. Itt a 782. oldalon láthatunk egy olyan oldalt ebből a Pál Zoltán által felhasznált rovásból, ami most, hogyha megfordítom, akkor úgy van leróva, hogy föntről lefelé, és jobbról balra, és ő így aláírta, azt pedig latin betűkkel tudjuk olvasni, hogy mit jelentenek ezek, és most is, hogyha elkezdjük ezeket olvasni, ha ismerik a rovásírást, tökéletesen ki lehet olvasni ezeket belőle. Tehát, hogyha én elkezdtem olvasni, ugyanazon odaírva a latin betűkkel, mint ami rovásírással is van. Köszönöm szépen az illusztrációt. És folytatnám tovább, tehát a mitológiai rendszer elsősorban a belső ázsiai népek hagyományaiból, és ezen belül is a mansiknak a nyelvészek szerint
a mi legközelebbi nyelvrokonainktól kapott tudás alapján állította össze a mitológiai rendszerházatát. A mitológiai rendszer önmagába véve is gyönyörű, és külön is egy önálló műként is megállná a helyét. Egy csodálatos hitvilág, egy hiedelemvilág, egy mítoszvilág, vagy nevezhetően bárhogy, amelynek egy nagyon pici mellékszála az, hogy azok az ősök, akikből majd később a Hun Törzsszövetségbe is beolvadtak sokan, azok az emberek, azok a környezetükben lévő állatok közül a medvét szent állatnak tekintették. A mitológiai rendszerben megvan, hogy miért tisztelték szent állatként a medvét, hiszen a medvét égi eredetűnek tartották. Most nagyon sokan támadják a finnugor rokonságot. Én is azt mondom, hogy mi onnan nem származhattunk, de az Arvisúrából vagy a Vérrel pecsételve regényről gyönyörűen kiderül a rokonságnak a lényege. Több mint 2000 évvel ezelőtt ezek a népek szorultak az úgynevezett Sztyeppe országútról a Hun Törzsszövetségtől észak felé azokra a vidékekre, ahol máig is élnek. Tehát ott lótartással, ott olyan szkíta hun kultúrával ott nem lehetett már megélni azok között, a földrajzi viszonyok között, de a legendáikban, az emlékeikben ők a mai napig is, vagy legalábbis közvetve kiolvasható ezekben a legendákban ez a fajta rokonság, hogy ők még mindig nagyon-nagyon nagy nosztalgiával gondolnak vissza azokra az időkre, amikor még ők is a Hun Törzsszövetséghez tartoztak. Például a Kalevalában, ugye tanultuk az iskolában, hogy Kalevala, meg Lőrótillés, meg Vikár Béla fordította, meg ilyesmi, ami részletekbe menően nem lehetett hallani róla. Tudomásom szerint még bölcsészképzésen is a egyetemen sem igazán, csak aki ezzel a területtel akar foglalkozni. Pedig ha összevetnénk ezeket a mitológiai rendszereket, akkor gyönyörűen kiderülne belőle, hogy ez mennyire egységes, és mondom, a Kalevalában is vannak énekek, amelyek a medvét szent állatként mutatják be, a medvének az isteni eredetét. Hát az isteneknek a szolgáló lánya megesett az egyik istentől, és hát ennek a törvénytelenségnek a következtében, bánatában szültenek a Kemi Isten asszony, illetve hát pontosabban a isteneknek a szolgáló lánya, bánatában szülte meg az első medvebocsot, hogy hozta világra, így szól a mitológia, innen az isteni eredet, és innen az a tisztelet, amivel a Hun Törzsszövetség a medvék szentállatnak tartotta. 4040-ben Krisztus születése előtt, tehát most már 6053 évvel ezelőtt, hatalmas éhínség, az is le van írva különböző okoknál fogva, ütötte fel a fejét a Hun Törzsszövetségben, és az agabák, akik egy másik törzs, de szintén egy elsüllyedt földrészről származó néptörzs, ők kapcsolatba kerülnek a Hun Törzsszövetség központjával, és az agaba fősámán azt tanácsolja a hunoknak, hogy itt van a rengeteg medve, hát miért nem ölitek, miért nem vadásszátok, miért nem ölitek meg, ehető a medvének a húsa, és akkor megszűnik az éhínség. Hát azt nem lehet, mondták, mert a szent állat az isteni eredetű, és akkor őket olyan büntetés fogja érni, ami miatt az ő egész nemzetségük kipusztul. Agaba pedig ragaszkodott hozzá, Agaba fősámán, elejtették az első medvét, megfőzték, és ettek a húsából, és kiderült, hogy semmi bajuk nem lett tőle, de azt tanácsolta Agaba fősámán, és lassan közelítünk a szentséghez, hogy tekintettel arra, hogy egy égi eredetű állat csak úgy fogyaszthatják el, hogyha megkövetik az isteneket,
és kiengesztelik előttük azt a bűncselekményüket, hogy a szent állatot a saját életük fenntartása érdekében kénytelenek voltak elejteni, elpusztítani és enni belőle. Na, ennek a tiszteletére rendezték meg az első medvetori szertartást, medvetor szertartását, és innentől kezdve az éveiket, az évszámaikat az elsőként megrendezett medvetor tiszteletére medvetoros években számították. Most, hát igen, itt jön aztán a csoda. Jönnek ilyen felismerések, mondom, azóta másképp látom a világot. Vajon a Kárpát-medencén kívül, és most itt a velünk együtt lakó népeket is értem alatta, akik most már nagyon-nagyon messze szakadnak tőlünk, de nem tudják, hogy az ő kultúrájukba is mennyire beleívódott az, amit tőlünk kaptak. Tehát a Kárpát-medencén kívül nem tudok a világon egyetlen egy olyan népről, népcsoportról, nemzetről, amelyik a fő táplálék állatának a tiszteletére, annak elpusztításakor és annak feldolgozásakor és az első fogyasztásakor tort ülne annak a tiszteletére, hogy ő ezt a cselekedetet kénytelen volt megtenni. Ez pedig Magyarországon nem más, mint a disznótor, hiszen a Kárpát-medencében nem a medve volt az uralkodó állat, hanem a fő táplálék állat az a disznó volt, és hát sorolhatnám a példákat, hogy mennyi, ami nem lett háziasítva, hogy hányan haltak meg Szent Imre hercegtől kezdve Zrínyi Miklóson keresztül, éppenséggel disznó vadászat következtében, és mindez azért nem csak úri passzióból, hanem azért, mert a táplálék állatunk a Kárpát-medencében elsősorban disznó volt. Na most, még egy nagyon érdekes dolog az engesztelésre vonatkozóan. Azt se nagyon tudom, hogy a Kárpát-medencén kívül létezik-e más olyan ország, ahol egyáltalán a halottnak, az elhunytnak a tiszteletére tort ülnének, vagyis azt, hogy megünnepeljék a család közösen. Szoktak persze más szomszédokban is sokfelé összejön a család és emlékeznek. Az nem tor, az nem kiengesztelés, az nem feloldozás. És nagyon érdekes a tor szavunk jelentése is. Mert egyrészt ugye jelenti ezt a fajta tort, akár halotti torról, akár disznó torról beszélünk, de megtorolni valamit, erre nyelvészek azt mondják, hogy azonos hangalakú szavak semmi köze a kettőnek egymáshoz. Teljesen más a jelentése. Az Arvis úrából, illetve Pál Zoltán hagyatékából gyönyörűen kiderül, hogy a mitológiához az is hozzátartozik ám, hogy azért, hogy elaltassa az ember a saját lelkiismeretét, ezért ki kellett találni egy olyan történetet a mitológiához, azért kellett a medvét, mint szentállatot elpusztítani, mert a medve, bár isteni eredetű volt, mégis a földre ereszkedve olyan bűnöket követett el, amelyeket az ember már nem tudott tovább eltűrni tőle, és ezért büntetésképpen került a vadászat legfőbb célpontjává, és lett az embereknek a táplálékává. Itt azonnal összekapcsolódik a két dolog, mert utána aztán megülik, amikor már megtorolták a bűnöket, akkor megülik a tort, és onnantól kezdve ki is van engesztelve. A táplálék állatnak a lelke, ami ugye mindig az Arvis órában minden lélek visszaszáll aztán az égiekhez. Ez hosszú történet, ebben most nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy a medvetor szertartásánál is ugyanazok a szavak kerülnek elő, mint nálunk a disznótor hagyományában folytatódik tovább. Hát remélem, hogy vannak még olyanok, akik még átéltek valódi disznótort valamikor, és amikor kiszedik a belsőségeket az állatból és megfőzik, akkor hogy hívják azt a levet, amit le kell utána önteni róla, mert abban főtt ki a... Az az abalé. Most megint mondok egy nagyon érdekes párhuzamot. Az Arvis úr szerint is, de a későbbi krónikaíróink szerint is
Abba Sámuel királyunkat azért nevezték Abának, mivel kegyes, szent ember volt. Na hát akkor mit jelent az Abba? Az, hogy az állat és a medve is szent állat volt, égi eredetű, és azt nevezték Abának, és mind a mai napig Mancsiföldön, és azokon a vidékeken Abba a neve ennek a szent állatnak. És hogy nevezzük a szalonnát, amit szintén kifőzve szoktak? Abán szalonnának nevezzük, tehát ahogy Abáról, de hát ott is az Abba név van benne, és megint csak az Abba nemzetségre, vagy Abba Sámuelre utalhatnék vissza. Tehát ezek olyan kapcsolódási pontok, azt szoktam mondani a tudósaimnak, mert én orvos vagyok, nekem nem ez a szakterületem. Azt szoktam mondani, hogy próbálják már meg elolvasni, és akkor kinyílik a szemük, és próbáljanak meg ennek a mentén egy olyan szögben rálátni dolgokra, amit egészen új dimenziókat nyithatnak meg a számukra. A legtöbb tudós elzárkózik. Én csak beszűkülve a nyugati típusú tudománynak abban a szeletében, amivel ő éppen foglalkozik, csak azon a szemüvegen keresztül hajlandó látni a világot. Menjünk tovább, hogy az élet szentségére is idő maradjon. Nagyon érdekes dolog az, ezen is rengeteget gondolkoztam, akartam is hozni, csak túl nem Miskolcról idáig elcipelni, meg hajnalba kelni, meg minden, szóval letettem róla. Szeretnék ide kirakni, szerettem volna egy földgömböt. Hogy lássuk azt, akár a terem végéből is, hogy azon a földgömbön, amin mi élünk, mekkora pici az egész földhöz képest Európa, azon belül a Kárpát-medence, azon belül Magyarország, vagy akár éppen Szeged, ahol most vagyunk. És azon belül ez a terem már el se fér rajta annyira parányi. És akkor a méretek, az arányok, akkor még nagyon is közel állnak egymáshoz. Képzeljük el ezt a világmindenség tekintetében. Hol van hozzánk a legközelebbi olyan bolygó, vagy bármi, ahol hasonló körülmények között hasonló életet lehetne feltételezni. Egy zárójelet hagyj is. Az az űrkutatás, ami most folyik, ami a nagyhatalmak, főleg Amerika részéről, egyre inkább több pénzt emészt fel, az az én nagyon szilárd meggyőződésem szerint zsákutca, és csak ölik és ölik bele a pénzt, és a világon semmire nem jutnak belőle. Olyan szempontból van csak gyakorlati haszna, hogy mint egy melléktermékként, mert nem az a fő cél, de melléktermékként onnan visszanézve talán jobban megismerjük mi önmagunkat, a Földünket, a Földünk működését, és talán sok technikai eredményt éppenséggel a földi világunkban fel tudunk használni azokból az eredményekből, amelyeket eredetileg űrkutatásnak gondolnánk. Meg kell nézni most már az interneten rengeteg olyan bejátszás, kép, videóanyag van feltéve, hogy olyan körülmények között az emberi életet exportálni nem lehet. Az egy zsákutca. Sokszor arra gondolok, amikor a globalizmus féktelen pénzészségéről van szó, lehet, hogy emögött a rengeteg begyűjtött pénz mögött az áll, hogy részben az űrkutatás, részben a fegyverkezést, ugye valamiből finanszírozni kell, csak aztán ezek olyan csatornákon mennek, hogy éppen most a mi országunk féktelen kizsákmányolásán keresztül diktálják azokat a feltételeket, amelyekből ezeket a pénzeket meg lehet teremteni. Zárójel bezárva, nem akarok politikával foglalkozni, ezek csak megint azt jelentik, hogy mi mindenre kinyitja az ember szemét, hogyha összefüggésében nézi a dolgokat a Larvis úr tanulmányozásán keresztül. Tehát ott tartottunk, hogy a Föld a világ mindenségben az egy parány. Bezárt világ, és ezen van a hangsúly, hogy bezárt világ. És ezen a bezárt világon megteremtődött egy élet, a terem szót azt külön leírom ebben a Pál Zoltán gondolatvilágában, hogy én hogy értelmezem a termet és a teremtést, és hogy függenek össze ezek egymással. Tehát a teremtett világ az egy zárt rendszerben kell, hogy működjön. A zárt rendszer az mindig véges. És a táplálékot is úgy kell
megszerveznünk, vagy úgy szervezte meg az akkori tudatos tervező, mindegy, hogy minek nevezzük, a teremtő, úgy szervezte meg, hogy ez nem történhet másképp, mint egyik élőlénynek a másik általi folyamatos elpusztításával és a másik életének az elvételével. Nem tudom, vannak-e önök között vegetáriánusok, tiszteletben tartom, aki ezt az elvet vallja. Én a magam részéről nem tudok lényeges minőségi különbséget tenni állati és növényi élet között. Az ember saját magát, a saját életének az újrateremtését, az emberi nemnek, az emberi fajnak a fenntartását nem tudja másképpen megvalósítani, csak más élőlények életek elpusztítása révén. És ez ugyanúgy a növényre is igaz. És hogy miért érdekes ez? Én 14 éves koromig falun laktam. És amikor az egyik szomszéd parasztgyerek aratás után megmutatta nekem a búzaszemet, a csirájával felül fordítva, megkérdezte, hogy mit látok én ezen. Hát mondom, ott van a csira kezdemény benne, majd abban lesz a jövő évben. Nem, az is benne van, de tudod mi az? Az Krisztus képe. És akkor ott vagyunk az élet szentségénél, hogy miért is jött közzénk Krisztus, aki az életét áldozta életünk. Azért, hogy megváltsa ezt a borzalmat, hogy mi nem tudunk másképp életben maradni, csak más élőlények állandó pusztítása következtében. Nem tudom, értik el párhuzamot a kettő között. Tehát mindegy, hogy növényi élet, a magcsíra, a kezdemény ott van abban a búzaszemben is. És el kell, hogy pusztítsuk, mert máskülönben mi nem maradnánk életben. És hogy mennyire igaz ez azoknál a népeknél a mai napig is, akiktől a legtöbb adat származik ebben a könyvben. A manysi népnél, ettől teljesen függetlenül láttam egy dokumentumfilmet. A manysi halász abból él, mert azon a környéken másból nem nagyon részhalvas tenyésztésből, erdei állatoknak, prémes erdei állatoknak az elejtéséből, medvét a mai napig elejtik és elfogyasztják medvetori szertartás következtében. Halmi György nevű filmrendező barátom, aki először adott hírt az Arvis uráról dokumentumfilm keretében Ősök ösvényi címmel, dokumentumfilmjével szerepeltem, és persze az ilyen filmeket olyan lehetetlen időpontokban vetítik a televízióban, hogy a nagy közönséghez nem jut el, egyszerűen. Most Budán a Tabán moziba megint vetítették. Jó lett volna ott lenni, csak mindenütt nem lehetek. Tehát a lényeg az, hogy ebben a filmben a manysik, az ő tiszteletére pedig nem volt kifejezetten megvetom ideje, de az ő tiszteletükre, filmesek kedvéért megrendeztek egy igazi medvetort, és az a medvetor az ugyanúgy nézett ki, ahogy Pál Zoltán leírja ezt a könyvét, ebben a könyvében, pedig Pál Zoltán soha nem láthatott medvetort. Ez is a tudásnak a rendkívüli izgalma, hogy honnan kapta ő ezt a tudást. Na tovább menve, egy másik dokumentumfilmre, ami ettől független. A következő az Obi halász, mivel neki a csónakra szüksége van ahhoz, hogy halászni tudjon, és ebből a családját el tudja tartani. Kimegy az erdőbe a tajgába, kiválasztja a legsudárabb, legszebb cirgolyafegyőt, és kinézi magának, hogy abból ő tud magának egy halászcsónakot faragni. És szó szerint úgy tessen ők elhívni. Fél óráig beszél a fához. Egy nyugati ember számára ez olyan, hogy felfoghatatlan, ez biztos bolond ez az ember. Csukjuk be, mert hát ez nem. Fél óráig beszél a fához. Lelke van a fának, és ők elkezdenek egymással beszélgetni. És azt mondja a fának, hogy te gyönyörű vagy, te Isten teremtménye vagy, ugyanúgy, mint én. És én mégis kénytelen leszek téged elpusztítani. Mert ha én ezt nem teszem meg, akkor az én családom fog éhen halni. Nem tudom felnevelni a gyerekeimet, nem tudom a családomat, nem tudom a nemzetségemet továbbvinni. És nekem az a parancsom Istentől, hogy én életben maradjak.
és megsimogatja a fát, és letérdel előtte, és könyörög neki, hogy bocsássa meg, hogy ő most el fogja pusztítani. Ez ugyanaz a gondolat, mint a medvetornál, ami már több mint 4000 évvel ezelőtt le van írva. És azóta is, és mondom, a magyar nép lelki világának a lenyomatában mind a mai napig benne van. Tehát előtte bocsánatot kér, előtte áldozatot, mutat be lelki áldozatot, és csak akkor fog hozzá a fának a kivágásához és a csónaknak a kifaragásához, amikor a saját lelki ismeretét megmutatta, vagy elaltatta, vagy az Isten előtt bocsánatot kért ezért a cselekedetéért. Tehát ennyire mély a kapcsolat a természettel bizonyos emberek között, és mivel az idő lejáróban mondtam, hogy a mai napig el fogunk jutni, és akkor nézzük meg, hogy mi történik most. Milyen viszonyban vagyunk mi most az élő világgal, és hogy pusztítjuk a környezetünket. Nézzük meg azt, hogy az a gazda, akinek a hizlalt disznóját annak idején levágták, mert kellett a családnak az életben maradásához, és kicsalogatták az orvot, már ott várta a böllér vagy a hentes, melyik vidéken, hogy nevezik. A gazda még oda ment, vagy a gazdasszony megsimogatta az állatot, még talán a könnyét is hullatta. Hogy el kell pusztítani a kedves jószágot, amit ő nevelt. És utána áldomást ittak, részben azért, hogy a lelki üdvéért, az állatnak a lelki üdvéért, részben azért, hogy a saját lelki ismeretüket elaltassák. Azért, hogy el kell pusztítani ezt a gyönyörű országot. De mindennel így volt, a baromfival is. Ugyanígy volt. Tehát az ember ahhoz, hogy életben maradjon, el kell pusztítani a más élőlényeket. De nem mindegy, hogy hogyan. Ez a történet, ez már régen a múlté. Nem tudom, hogy láttak-e olyan felvételeket, hogy milyen halálgyárakként működnek manapság ezek a nagyüzemi, a globalizmus mohóhajszolása következtében, hogy megy a gép a zárt terű baromfi ketrecbe, nem is lehet udvarnak nevezni, az egy hatalmas ketrec. Megy a gép és besöpri azokat a szerencsétlen jószágokat, életük sincs, életterük sincs. És megy, és futószalagon, és gyártják, és mire a végtermék kijön belőle, a mai fiatalok, a mai gyerekek nem tudják, hogy ez az étel, ami az asztalukra került, ez tulajdonképpen az ő végük is. És az ő részük is szerepe van abban, hogy az élet szentsége ellen merényletet követtek el. És mi történik? Eldobálják, látom a menzán, az ifjúság, hogy turkál az ételben, és hogy dobálják szanaszét. Azelőtt egy gyerek leejtette a kenyeret, fel kellett venni a földről, meg kellett puszilni, hogy bocsánatot kérek az élettől, amitől függünk. Bocsánatot kellett kérnie tőle, hogy elejtette, pedig az az én életem fenntartására rendeltetett. Tehát akkor, amikor vadászatról van szó, és sokan elítélik, és sokunk, még a vadász is, a mai napig is sokkal tisztességesebben megadja a modern fegyverek mellett is, mert azelőtt fizikai erős kellett hozzá. A modern fegyverek mellett is sokkal jobban megadja a tisztességet az elejtett állatnak, mint ahogyan a asztalunkra kerülnek manapság a eledelelők. És még egyet, és ezzel befejezem. A magyar ember mindig megterített, és mindig terítéken, mint egy áldozati oltáron tálalta fel azokat az ételeket, amikből elsősorban ugye a vasárnapi ebéd készült, de általában a megterített asztal az jelezte azt az áldozatot, amelyet azok az élőlények adnak értünk, amiből a minnyatunk a továbbiakban fennmaradt. Na ez a fajta szemlélet. Ez a túlfogyasztás, a túlhajszolása az élvezeteknek, ez valami rettenetes katasztrófához vezethet, és nem akarok bajos dolgokat előrevetíteni, ne adja az Isten, hogy szükség legyen arra, hogy ki megtanulja azt, hogy saját maga
ejtse el azt az állatot, vágja le, és osztozzon abban a vétekben, hogy érezze saját maga ennek a jelentőségét, mert nagyon afelé halad a világ, hogy ez a globalizált túlfogyasztó társadalom, ez valahol a vége felé közeledik, és valami új, valami más, valami tisztább rendszernek kell következni annál, mint amiben most élünk. Elnézést, hogy ilyen szomorú gondolatokkal fejezem, mert az időm az lejárt, már egy kicsit túl is léptem. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, ha esetleg gondolatokat ébresztettem önökben. Nem tudom, hogy marad a idő esetleg kérdésekre vagy megbeszélésre. Köszönöm szépen a figyelmet!